színvonalat képviselek, igényes vagyok, van körben, van pillám, szép a hajam, frissen mosott. Nagyon szép. Köszönöm. Repektesd meg még egyszer. Igen. Gyerekek, nem is szaporítanám tovább a szót. Úton vagyok Rokapán térához, a Zix Faktor 2019-es Miriamához. Nagyon sietek, nagyon nyomom neki, de úgy nyomom, hogy a sebességkorlátokat betartva, hogy minél előbb odaérjek és megcsináljam vele a legexkluzív a interjút. Csak most, csak velem, és nézzük meg, irány Székesfehérvár. Vagyok, művész nevem Loka Pantera. 10 éve vagyok a szakmában. Én az a kis finom vagyok, ilyen kis erotikus kis finom. Kurvára nem érdekel senki véleménye, leszarom. Mit jelent az, hogy kikerázva? Hát ez egy ilyen, nekem egy ilyen spontán szó, kikerázva. Hát kikerázva, kisminkelve, hajam megcsinálva, szépen felöltözve, kikerázva. És most ki vagy kerázva? Én mindig ki vagyok kerázva. Aki kiöltözött, kikerázta magát minden. Na ezt nyomjátok le a tévébe. Ezt most lenyomhassátok. Látjátok? Miket tapasztalsz? Mik a visszajelzések? A visszajelzések, a rengeteg negatívum. Nagyon sok negatívumot kapok, ami nyilván rosszul érint. De most, nem régiben volt egy pozitív, ami kicsit meg is lepett. Az utcán leszólítottak egy autógramra, ami egy kicsit azért úgy jobban esett, mint mondjuk egy ilyen negatívum, hogy hú de szar vagy, ilyen vagy, olyan vagy. Most persze nyilván az emberek most a balhé után most ezt látják. De most én arra törekszem, hogy az emberek megismerjék a másik oldalamat is. Ez a szexi, ez a vonzó, ez a bájos, ez a kedves, aranyos. Ez nagyon ízléstelen volt ez az egész. És... Gyere már vissza, hát én jót akartam mondani! Hol a gyászba kellene, de jót akartam mondani! Halljátok! Bíztam benne. Nem akartam senki bántani! A csalódás ezt hozta ki belőlem. Ennyi. Hogy te kit szerettél volna eltalálni a mikrofonnal? Ki volt a célpont? Hanem nálam ez automatikusan jött, és ideg alapján, kirobbanás alapján, éppen ha most egy távirányító lett volna a kezembe, vagy egy telefon, akkor lehet, hogy azt vágom földhöz, de nem állt módomba, még a fejembe se fordult meg az, hogy én most bárkihez neki vágjam, mert hogyha én most valakinek neki akarom vágni, akkor lemegyek a színpadról, és neki vágom. Vannak olyan videósok, mint például Dancsó. Valószínűleg fog rólad videót csinálni. Mi a véleményed hogyha Dancsó csinál rólad valami vicces videót. Péter se érdekel, nyugodtan posztolhat róla bármit, ha kell, fölhúz, széttöröm neki is a kameráját. Ennyi. Ezt akarod? Szóljál. Melyik mentor véleménye esetleg rosszabbul? Hát Gáspár Laci nyilván. Ő volt a kedvenc énekesem, nagyon szerettem. Most már győződött? De nekem azért ez egy kicsit erős kávé volt a Gáspár Lacitól, ez szebben is kifejezhette volna. Ki az ismertebb, te vagy most a Bogi? Hát nyilván... Szerintem én. És tudjátok, hogy miért? Mert 15 perc alatt elértem azt, amit mások hosszú éveken keresztül érnek el. Valaki így, valaki úgy, én így. Te mióta élsz Székesfehérváron? 5 éve. 5 éve élsz Székesfehérváron. Azt tudjuk, hogy Székesfehérváron Flór Tomi került ki a köztudatba, kikerült Bartos Csísván, őt nem biztos, hogy ismered. Nem, őt nem. Őt nem ismered. Egy új csillag született, Loka Pantera is kikerült. Szóval innen a következő lépés a Americans Got Talent lesz? Akár. Bárhova elmegyek, bármilyen ajánlattal élek. Én, mint ahogy eddig is mondtam és nyilatkoztam, nekem most az a célom, hogy a csúcs, és ott leszek. Azért, hogy az embereknek pozitív irányba, szóval én meg akarom tartani ezt a szintet. Én ezt a hírnevet, én nem azt akarom, hogy
fél óráig, egy óráig, egy-két hónapig, hanem hogy tényleg ismerté váljak. Szép szakmai kifejezéssel mondom, én szeretnék ismerté válni, hogy az emberek megismerjék a munkásságom, engem, és még nagyon sok mindenbe ki szeretném magam próbálni. Most mik a tervek így az X-faktor után? Hát az, hogy pozitív irányba elkezd változni az életem. Lesznek olyan lehetőségeim, hogy behívnak ide, behívnak műsorok. Na most, hogyha annyira nagyon erről beszélünk, akkor mint énekes, én mondjuk el tudnám magamat képzelni mondjuk egy műsorban. Mint műsorvezető. Vagy akár egy éjjel-nappal Budapest TV műsorban. Na, az minden vágyam, hogy ott lehessek, mint színész, elsődleges sorban. Ott is nagyon kipróbálnám magam, de minden más területen. Én mindenre adott vagyok. De akiknek tényleg hálás lehetek még ezek ellenére is, hogy nem juttattak tovább, az az X-faktor, a mentorok. Mert hogyha nem hozza belőlem ki ezt a Gáspár Laci, ugye pont az íre a Bogi, akkor én nem kelek ki magamból, és akkor nem érek el semmit. Ez volt a célom. Mit üzensz azoknak az embereknek, akik téged fikáznak, csúnyákat írnak rólad, és most nyugodtan megmondhatod neki a frankót, olyan lokapánt írással? Hát igazándiból, hogy őszinte legyek, kurvára nem érdekel senki véleménye. Leszarom. Se Gáspár Laci, se Bogi, senki nem érdekel a médiába, senkinek a véleménye nem érdekel, és mint ahogy mondtam, nem bántam meg, hogy összetörtem ezt a mikrofont, mert miért is bánjam? Tiszteletért tisztelet jár. Én nem kapom meg a tiszteletet, akkor én se adom meg senkinek se a tiszteletet, majd ha én tiszteletet kapok, akkor majd kisanyám, majd ti is tiszteletet kaptok. És ez legyen a néző, vagy legyen bárki. Leszarom. Nem adok senki véleményére. Ez vagyok én. Én kiállok a magamért, és ki is fogok mindig a magamért állni. Ennyi. Kész. Ja, és a rossz akarói meg bekaphassák. Így pont a végére. Aki szeret, az szeret, aki meg nem szeret, nem szeret. Vagy elfogadtok ilyennek, vagy nem. Én csak avval leszek normális, aki velem is normális. Aki viszont velem nem normális, avval én se leszek normális. Tényleg értékelhették volna a 10 évi munkásságomat, azt a 10 évi munkásságomat, amibe belevetköztem. Láthattátok, megadtam a módját az erotikának, megadtam a módját a stílusomnak. A ragának. Ez, hát a ragának. Na meg várjatok, így visszatérve tényleg erre a ragára, ahogy így mondod, ez nem az erotikáról szól? Arról, hogy kiteszem magam, kikerázod magad. Vérpesdítésről szól, a vadságról, a dögről. Velem ne játszatok, mert marok. Esküszöm. Kijön belőlem az őrült párduszda, akkor megbánjátok már. Úgyhogy így ennyi. Nincs már miről nyilatkozni. Még el akarok mondani nektek egy nagyon fontos dolgot. Puskás Petin végig láttam, hogy neki tetszett, amit ott produkáltam. Sőt, ő igent is akart rám mondani. Csak megijedt, mert látta, hogy Gáspár Laci csúnyán néz rá, és így a bajsza alatt megdermett, és úgy volt vele, hogy inkább nem szól semmit. Tényleg, inkább üljön be a Lamborghini-jébe, és jöjjön el, és igyon meg velem egy kávét. Utolsó végszó, amit megtanítottam neked. Iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljatok, posztoljatok, nyilván engemet is, tehát az én oldalamra is iratkozzatok fel, minél többen, hogy ki tudjam magam kerázni. És legyen rá, mi legyen rá? Zsozsó. A kerázásra. Garancia, sok máni, pénz, így van. Jó bár. Sok hakni meg minden császtok. Falunapokon. Falunapokon, nagy izé, nagy koncertekre, nagy bulikra, falunapokra menjenek. Paplászó sportaréna. Dehogy falunapokra, én nem falunapokra akarok menni, nagy fesztiválokra akarok menni, nagy több tízezer. Nem akarok menni boldogságrendezvényre. Nem akarok menni boldogságrendezvényre, az nem az én világom. Tényleg. Csak akkor kamerázzatok, hogyha fizettek érte.